2-0-ra vezet Steve Beaton James Wade ellen, és akárhogy nézzük, amennyiben ezt a mérkőzést megnyeri Steve Beaton, akkor vagy ő, vagy pedig Darius Labanauskas ott lesz a legjobb 8 között. Így van. Ha jól számolok. Ugye ez mindenképpen egy érdekes ága lehet ennek a világbajnokságnak. Minden esetre Véd jól kezdi a harmadik szettet. 140-nel. Az meg 121. Hú, de jó meccset játszanak. Mind a ketten jóval 90 fölött az átlagokban, de lehet, hogy ennél azért még lesz magasabb is íme. 95 és 94. Igen. 95 megint becsúszott egy szektorhiba Védnek. Hoppa, ez csak 42. Igen. Nem, egyébként hozzáteszem, hogy most egyik játékoson se látom, hogy nagyon koncentráltak lennének. Mind a kettő foglalkozik most a hibáival. Látod? Mind a kettő. Steve Beaton érzi, hogy most elkaphatja Védet. Abban a pillanatban elkezdett gyengében dobni. Véd meg próbálja legyőzni önmagát, amint látom. No, jön a harmadik neki. 180! Hátsó pályáról leteszi magát 100-ra, és nem száll ki 164-ről Véd. Rögtön break-kel kezdhet Beaton. Hát azért még lesz hozzá egy 140, nem 100, marad a 64. Ezeket meg kell oldani. Hoppá, és a dupla húz. Még mindig a dupla húz. Benne van! Megint nála az előny. 100-as kiszálló. Hát az is simán benne, hogy ebből egy 4-0 is lehet. Hát azért az... Véd azért még képes nagyobbra kapcsolni, jobb játékra, hozzáteszem Steve Beaton is. Az benne van talán. De még régen nyilatkozta Phil Taylor, hogy James Wade az a játékos, ami még a világ legjobb azon játékosa, aki nem nyert világbajnoki címet. Hoppá, 33. Tehát most Beaton hiába brékelt, megkezdte a saját legét egy 100-assal, és utána két mellé tripla. Ezt most jól használja ki Wade, 100-as. Kettő az még jobb lett volna. Visszatérve egyébként lehet, hogy Phil Taylor most ebben a pillanatban nem James Wade-et mondaná, mint legjobb játékos, aki még nem nyert világbajnokságot. Ebben a pillanatban. Igen. Annak azért nála jobb formában lévő. Igen. 140 kiszállón van Véd. Nézzük. Kell. Ajja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 jj
a 161-re Wade-nek. Vissza tripla 20-ra. Gyönyörű 137-essel, így van. Nézzük. 172 kellett volna. 92-vel lemegy 80-ra. Mondjuk, hogy ezeket nem szoktál hibázni, Wade? Nem, mert már kaptunk miatta. Nem, de igazán, ezt most bedobja. Mégse tőlünk. Nem, így mi mondjuk, és mégse úgy történik, nem? Egy-egy, két break. Breakekről ne is beszéljünk, hát aki látta az Espinel-Ratajski meccset, hát az könnyen lehet egyébként, hogy a PDC világbajnokságok történetében rekord. Előfordulhat, csak úgy szeretném mondani, hogy most is volt már eddig 5 darab breakünk. És erre, most megint lebrékelt, látod, és nem kezd jól James Wade. Egyszerűen hihetetlen, hogy nem tudja. Beaton jobban kezdett, de nem kezdenek jól. Ezt csinálta egész délután, igen, Nathan Espinel. Igen, meg egész délután. Hát Ratajski is. Hoppá, ennyire nem mozdult rá Wade. Hú, ahogy látom, Molnár Lacinak most nagy bajban van, mert Wade-en új cipő van, úgyhogy venned kell, Laci. 138. Komlóról beszélünk, vagy Sziget-Szent Miklósról? Sziget-Szent Miklósról. Igen, mutatják az új skárpit, úgyhogy... Lacikám.
100 pont, már 120-on van Wade. De ugye ez az ő lege papíron. Ó, ez csak 5-ös. És nincs is kiszállón Beaton ezzel. De ahhoz képest, hogy 140-nel kezdett, utána nem jöttek úgy neki. Még mindig jó. Igen. Ajjajjajjaj. Nyolcvanegyes, a maradék. Visszaesett egyébként Steve Beaton játéka. 2-1 közben Wade-nek szépen dobja a dupla tizet. Nem nagyon szokta elrontani. Már azt is tudjuk, hogy a cipőt csak januárban lehet rendelni, már rég figyeli. Jó van, köszönöm szépen. Levált, 177! Ott a kis 9-es. Ajjaj, tripla, nem visszadobja még oda, 100-as. Egy 180-nal tudná utolérni Wade, az már nem lesz. Sőt, 86 pont, ezzel 320 a maradék, 100 pont a különbség. De 5-ösbe kezd Wheaton. Az már jó, 162-nél tart lejön, 119. Jön Wade most vissza. De kiszállón nem lesz, sőt, még mindig 200 fölött. Nagyon úgy tűnik, hogy döntőleg lesz, ez 11-es, tripla 18. Igen. Nincs 76, meg. Tripla 20, az marad megvan, a 16, marad a 16, gyönyörű. Igen. Hát ezt elengedheti Wade. 100-as. 2-2, döntőleg. Ú, de fontos játék lesz most ez Wade számára. 13 nyilas volt, az nagyon kemény. Kell az ötkörös legalább Wade-től ahhoz, hogy meccsben tudja maradni még 140. De jó kép volt. Igen, ez most nagyon jó kép volt. Ott a helye. Nem, 100-as. Igen, csatlakozni is, tudunk. Mi is, igen, mi is szeretnénk. Százas, most 140-nel egyenlítene. Beaton. Nem fog. De ott a tripla 95, 306-nál tart. Még mindig a... Mindig egy triplásra van csak. 100-as, 161. Na most nézzük, mi fog történni. Nem oda fog dobni ő. Ő 166-ra megy le, hogy ne legyen kiszálló. Csak pontba tudta utolérni körülbelül. Nem hiszem, hogy nem. Nézd meg, és 47-et dob! 114! Megint bajba kerülhet! Saját magát sodorja ezzel bajba. Ott a tripla 18! Még 12-es is jön. De még mindig 86. Jobb. 80-ra, tehát tripla 18. Nincs nem meg! Jön. 86-ja van! Elmehet 3-0-ra Beaton. 56-ra ma. 3-0-ra is vezethet most. Még egy 20-as. Egy fog maradni dupla 20-ra. Egy és a dupla 20. A rutin nem oldja meg! 3-0-ához ott volt a nyila. Hú! Ezeket meg szokta oldani. Bedobja! Ezeket nem szokta elrontani. Ja. 2-1. Ott volt a kezében Beatonnek a nyila 3-0-ához. Viszont ő kezdi a negyedik szettet. Azonnal levált. 96. Komló nem szoktak ilyen cipőket vásárolni, ott a kutyát nevezték. Továbbra is teljesen együtt az átlagok, és ez így marad a következőkben is, hiszen hasonlóan egy triplás körrel kezdtek. Igen. Viszont nem jön Beatonnek. Száz negyven Wade-től.
Beaton egy kicsit visszaesett most. Találja most a triplát Wade, de egy hármast, 43. Visszajöhet így a legbe, két triplával. Kell még egy, 134, ez most nagyon jó sorozat volt. Nem mehet, nagyon jó, 81, megint becsúszott egy szektorhiba. Nézzük, 144. 64. 48 a maradék, de megoldja James Wade a 137-et. Ebből így nem lesz. 98-a van. 80-ra megy le. Hozhatja a saját legét, ha bedobja a duplát, bedobja. Bedobja, és milyen érdekes volt, hogy Wade váltott a 18-asra, hiszen megdobta volna a 20-ast. Akkor tripla 20-at akkor maradt volna egy nyilas kiszállóra, ugye a dupla 19-re. Igen. 44-nél viszont nem lett volna erre esélye. Jól kezd Beaton, hát bizony. 139. a válasz. Nagyon jó lett most megint a meccs. Kicsit lassult Beaton, megint levált. 139 megint. Egy tripla kell Wade-nek. Hú, az nagyon leesett. De fedobja, 170. Azt a mindenit neki. De jó, meg volt. 95-ös, igen. Onnan kiszálló már nem lesz, úgyhogy megvan megint a chance Beatonnek. Ez hátsó pályáról. Igen, csak hátsó pályáról, ez 70 pontja marad. Azért sokkal könnyebb a 70, mint a 128. Kell a tripla 20-as hozzá. Ebből itt nem is lesz. Ó, azt meg is jó, 53, igen. 20 dupla 20. Hogy elrontja? Benne van, 1-1. Egyébként hozzáteszem, hogy hiába vezet Steve Beaton, és dobott a dupláért is, még mindig 2,37 százados szorzó van rá élőfogadásba. Ő mindig esélyesebb véd a fogadóidás szerint. Van olyan ismerősünk, aki Beatonre fogadott, több is. Százas. Most elkapta a fonalat. Véd, jók az első nyilak. Egyensúlyozott egyébként folyamatosan. Ó, és elcsúszik az ötösbe. Folyamatosan 94-95 környékén vannak az átlagok, és onnan nem nagyon leng ki egyik irányba sem. Nem, igen. 96. 96-os. Százas. Most kell egy jó kerekítő Beatonnek. Nem áll jól, a nyila lemegy a 19-esre. 96 megint. Az nagyon jó. Száz pont, 76 a maradék. Meg kell oldani a Beatonnek a 109-et. Hoppá, még mindig jó. Mindig jó. Ó, az 8-as lett, 42 a maradék, 76-ra ott a lehetőség. 16 és 41 nyíl a 40-re a breakhez. Elrontja. Pedig nem nagyon szokta. Nem ám. 42. 10-es megvan, dupla 16-ra 2 nyíl. Az első Opa. Kívül picit arrébb megy, feljel és dob egy dupla 7-es. És letolta a dupla 7-esbe. 18, dupla 9-re marad. Itt az egyenlítési lehetőség. Kívül van. És nem dobja, dobja meg. Be.
Ugye még az egyenlítésen még egy leg kellett volna. De felért volna lehet, hogy azzal, ha ezt most megnyeri Wade. Így viszont megint neki kell majd güriznie, és megnyire az eredmény után. 2-1 Beatonnek, és azon belül 2-1 Beatonnek. Wade kezd. És jól. Százas. Igen, ezekről a képekről beszéltünk délután, hogy milyen jó, hogy vannak. Igen, kiegyensúlyozzák valahogy, hogy lemaradunk a legekről, meg a nyilakról, de egyre javuló tendenciát mutat, mármint kevesebb hiba. Százas. Most benhagyták ezt a százas gépezetet. Steve Wheaton is. Hoppá! Oh, ez most 80. Birkák is vannak, figyeld, ezt nem hiszem. Figyelj, 59, nem tudta kihasználni azt a kipattanó nyilat. Százas. Ilyesen együtt vannak. Kiszálló meg lesz, méghozzá 102. Igen. Tud-e két triplával válaszolni? Beaton. Tud, bizony. Bizony, 81, nézzük a 102-t. Szinte kötelező lenne megoldani, megvan, 10-es. Kettest kettő válaszja. És a dupla 20. Nem szabja be! Elmehet 3-1-re Beaton, hogyha a 81-et megoldja. Nézzük a 19-est. Bedobja dupla 12! Az is megvan! 3-1-re vezet Steve Beaton, és egyetlen legre kerül a továbbjutástól, és nagyon koncentrált, kiegyensúlyozott játékot mutat. Nincsenek nagy hibák tőle, persze van, amikor éppen egy adott legen belül véd jobb, de a meccsen egyelőre nem. 3-1-re vezet Steve Beaton, és vakaratja bizony a fejét James Wade, mert egyelőre nem nagyon találja a megoldást.